Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a mai 24 plusz külön kiadásában. Október 23-ára koncentrálunk, 1956. október 23-a Kun Miklós Széchenyi díjas történész. Köszöntöm, jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó estét kívánok, és nagyon köszönöm én is a lehetőséget. Itt vagyok Kolozsvárott egy ilyen jeles napon, egy ilyen fontos évfordulón. Előadást is tartok a Vallás Szabadság házában. Mit mondjak még, Kolozsvár az a szívem csücske. Úgy alakult az életem, hogy messzi külföldön előbb hallottam Kolozsvár nevét nagyanyámtól, nagyanyám nővérétől, mint Budapest nevet. Hát itt, nekem mindig hatalmas impulzus eljönni Kolozsvárra, Erdélyországba, és az az igazság, hogy ilyen fontos napon, ilyen jeles napon, nem véletlen, hogy itt ülünk és beszélgetünk Kolozsvárot, mert a magyar forradalom és szabadságharc nagy mértékben hatott Erdélyben, hatott Kolozsvárot, és az itteni magyar, de román lakosság is nagy szolidaritást vállalt akkor. De hát kezdjük el. Maradjunk is itt a jeles nap kifejezésnél. Ugye van március 15-e, augusztus 20-a, október 23-a, állami ünnepek, politikai üzenetek. Érdekli az embereket október 23-a, mármint a kötelezőn túl? Érdekli az embereket? Én szerintem igen, mert valahol alulról jött ez. Nem erőltette senki ezt az évfordulót, amikor megtörtént a rendszerváltás. Korábban úgy beszéltek erről Magyarországon legalábbis, nem nyugaton, mint ellenforradalomról, mint egy aztán sajnálatos októberi eseményekről, aztán elkenték az egészet 56 történései. Na most ez forradalom volt, nemzeti forradalom, szabadságharc volt, és nagyon komoly, demokratikus és emberjogi eszmék is felmerültek, de hát ez egy ilyen népharag volt igazából. Bele kellene ezt helyezni az egészet a nemzetközi atmoszférába, keretbe kell tenni. 1953 meghalt Sztálin. 1953 nyara, Kelet-Berlinbe és más kelet-német NDK városokban munkások lázadnak, a szovjet tankok bevonulnak, ez már egy ilyen főpróbaféle. Aztán közvetlen előzmény, 1956 nyara, Poznán, a lengyel események. És utána pedig jön a magyar 56, a forradalom és a szabadságharc. Amikor először jártam nyugaton, a 70-es évek közepén, nagyon csodálkoztam, hogy valamennyi amerikai vagy nyugat-európai egyetemen ott vannak a fiatal professzorok, a magyarok, akik 56-ban, mint diákok részt vettek a forradalomban, vagy nem is vettek részt, és kimentek, közel 200 ezer ember ment ki, ők is kimentek, és ott egy nagy pályát futottak be. De szinte könnyes szemmel hallottam tőlük, azért felejthetetlen két hét volt ez, és hát visszavágyunk Magyarországra. Hát ez jóval később történt. Azért kérdezem, hogy érdekli az embereket 56, mert ugye 56 után felnőtt már egy olyan generáció, amelynek közvetlen tapasztalata nincs azzal a rendszerrel. Mit fontos nekik tudniuk, mit fontos nekik megérteniük 56-ból, illetve azokból az eseményekből, amik elvezettek 56-ig? Valóban ez a nemzedék, az 56-osok nemzedéke, a pesti srácok nemzedéke, ez a nemzedék, és itt Erdélyben is, sajnos ez a nemzedék már távozik lassan az élők sorában, már alig vannak túlélők. Ez egy szörnyű dolog, mert levonul a történelem színpadáról egy olyan nemzedék, amely közvetlenül látta az egészet, esetleg részt vett ebben. A kolozsvári magyar főkonzulátus és segítségével létrejött most egy olyan kiadvány, ahol olyan résztvevők, mint például Dávid Gyula is megjelentek, és ő például még börtönbe is került 1956 leverését követően, de itt Erdélyben. Az az igazság, hogy ez a nemzedék már nincs, teljesen jogos a kérdés, de erről történészként mondom, nagyon sokszor találkozom fiatalokkal, hát sokáig tanítottam egyetemen is.
ezt nem lehet úgy szemtelenül, ahogy mondani szokás és divatos is mondani, színe íret, stúdió előadni, és úgy beszélni erről, mint Spárta is Atén küzdelme, vagy az, akár még a véres Szent Bertalan éjszaka, vagy akár mint az első világháború eseményé. A magyar 56-os forradalom és szabadságharc, ez tulajdonképpen az emberek lelkébe beleégett. És ahogy jönnek a generáció cserék, azért csak hallották a fiatalok odahaza, hogy nézd, én csak a Szabad Európa Rádió adásaiból értesültem erről, én pedig gyerek voltam akkor, tehát azért egy csomó dolog közvetve, de eljut a magyar ifjúsághoz. De hát a mi generációnknak nagyon fontos tovább adni a tudásunkat. Elég bátrak vagyunk emlékezni, ugye I.S. Gyula a Haza a magasban című verse úgy kezdődik. Jöhet idő, hogy emlékezni, bátrabb dolog lesz, mint tervezni. Elég bátrak vagyunk emlékezni? I.S. Gyula 56-ban naplót vezetett. Ez a napló, és nagyon eldugta, és ez a napló nem olyan rég jelent meg csak. I.S. Gyula megírta az Egy mondat a zsarnokságról, ebbe a kiadványba ez a vers is szerepelt. Ő az 56-nak egyik lelki, szellemi generálója. Én jól ismertem őt, és hát amikor ő, mint fiatal gyereket, laktam is náluk a Balatonon, és úgy előadta az 56-os emlékeit, ő persze, hogy őszinte volt, de ezeket a dolgokat nehéz volt évtizedeken át leírni. Mi az, hogy bátrak? Gyakorlatilag a levéltári anyag kutatható. Vannak még 56 történéseinek, magyar forradalom és szabadság történéseinek, én sem akarom ezt így elkenni, hogy 56 történéseinek, fehér foltjai. Csak egy példa, egy kicsit az én kutatásaim területe is ez, a KGB, a Szovjet Politikai Rendőrség archívuma, ami az 56-os eseményeket illeti, a szovjet katonai hírszerzés, a szovjet diplomácia titkos jelentései részben még nem kutathatóak, de még nyugaton is vannak olyan elfelejtett mozzanatai ennek. Például ebben a kiadványban most szerepelnek olyan írások, hogy 1956-os forradalom visszhangja Ausztriában, vagy az Egyesült Államok miért viszonyult így, vagy amúgy, hát megfejtem egy mondattal ezt az egész kérdést, mert akkor éppen elnökválasztásra készültek, és azon kívül nagyon rosszul jött a magyar forradalomnak, hogy akkor volt a szuezi válság is. Az biztos, hogy ezeket a kérdéseket még lehet kutatni, a források nagyjából rendelkezésünkre állnak, némely külföldi levéltár anyagát talán leszámítva, itt most már a megítélés a lényeg. Ahogy múlnak az évek, esetleg friss szemmel újszerűen meg lehet kutatni, de a lényeg a lényeg. 1956 forradalom és szabadságharc volt, és ugyanakkor 1956, ez felülírhatatlan történése a 20. századi magyar históriának. Mi az, amit nem tudunk 1956-ról, de nagyon-nagyon fontos lenne tudni, hogy hogyan történt? Nem az, hogy teljesen ismeretlen epizódok jönnek, de úgy közismert az, hogy bejött ide Konyev marsall vezetésével egy nagy szovjet armádia, többek közt Románia területéről is, és nem csak Erdélyből, ott állomásozó elit alakulatok, meg egészen messziről, Odessa mellett, Közép-Ázsiában épp hogy bevonultatott ilyen fiatal gyerekek is bejöttek, épp hogy nem is tudtak lőni jószerivel, és keresték a csatornát, a kanált, azt hitték, hogy szuezi csatorna mellé vitték őket. Ilyen extrém jelenetek is voltak, de az biztos, hogy van egy fehér folt, ezt a fehér foltot jó lenne besatírozni, próbálkozunk egy páran. Most jelent meg Moszkvába egy Andropov életrajz, Andropov később KGB főnök lett, később a Szovjetunió egyes számú vezetője, de 56-ban nagy követ volt Magyarországon is, nagyon nagy szerepet játszott a magyar forradalom leverésében, az ő tanácsai, az ő elképzelései súlyosan nyomtak a labba, és egy Nikita Petrov nevű orosz kutató egy kitűnő könyvet publikált róla,
és abból is kiderül, hogy ide érkeztek Csőstől, a fél KGB ide érkezett. Iván Szerov tábornok, a KGB elnöke egyik irányítója volt, Konyev Marsal mellett a Magyar Forradalom és Szabadságharc leverésében, és elhozta magával a fél KGB-t ide. Magyarország 7 nagy körzetre volt osztva, minden egyes körzet élén egy magasrangú KGB tisztált, és nekik nem szinte olyan szerepe volt, vagy néha nagyobb szerepük is volt a Magyar Forradalom leverésében, mint a II. Világháborút megjárt, kitüntetésekkel tele aggatott szovjet generálisok. Tehát akkor jól értem, hogy az 1956-os forradalom leverése az nem csupán katonai akció volt, hanem masszívan titkosszolgálati akció? Masszívan titkosszolgálati akció. Budapest városparancsnoka, KGB tábornok volt, a Szerov helyettese pedig, és az itteni KGB hálózat későbbi vezető, Belcsenko tábornok, ez a volt belorusz, fehér oroszországi szovjet belügyminiszter volt, a sort nagyon tudnám most folytatni. Az egész Nagy Imre féle csoport elrablása a jugoszláv követségről, erről sokat tudtunk, de ez egy jól kidolgozott KGB akció volt, még azzal is kísérleteztek, de ez nem sikerült nekik, hogy kicsalni Mindszenty Bíborost az amerikai követségről, ahol ő menedéket kért, és, de ez nekik, még egyszer mondom, nem sikerült, de az is már részletesen ki volt dolgozva. Az első kihallgatások is úgy zajlottak, miután ide bevonult a szovjet hadsereg, és a KGB alakulatok is, hogy ott ült egy KGB tiszt, és ott ült egy magyar, mondjuk volt AVH-s, és ők ketten hallgatják ki azokat a magyar fiatalokat, vagy politikusokat, vagy magas értelmiségiek, akik vagy ténylegesen részt vettek a magyar forradalomba és szabadságharcba, vagy úgymond részt vettek, tehát gyanúper volt velük szemben. Ez egy érdekes, hosszú történet, az elkövetkezendő évek tanulmányaiban ennek nagyobb szerepe lesz talán. Erről mennyit tudtak nyugaton? Arról, hogy nem csak katonai, hanem a KGB is itt van és benne van a forradalom leverésében. Ezt nyugat ezt tudta? Vagy hogyan viszonyult ez? Hát akkor hidegháború zajlott, sok mindent tudtak természetesen. Ott voltak ilyen kettéosztott városok, például Bécs, például Berlin volt, Nyugat-Berlin, Kelet-Berlin, Bécsben 55-ig 4 megszállási övezet volt, átjártak az emberek, átálltak, több szovjet titkosszolgálati tiszt átállt, vagy fordítva. A szovjet hírszerzés például be volt épülve az Egyesült Államokban, egészen az amerikai felső vezetés pórusaiba. A két titkos szolgálat között, csak CIA-re gondolok, meg mondjuk a KGB-re, életre halálra folyó küzdelem folyt, kevés játékszabállyal egyébként, sok mindent tudtak, de valahogy például az amerikai követség egyes kutatások szerint nem lebecsülte a magyarországi helyzetet, itt az amerikai követségen alig volt amerikai hírszerző, jól lehet, hát minden diplomata az akkori időkben mondjuk együttműködik a hírszerzéssel. Ez egy nagyon érdekes történet még. Megpróbáltak beépülni a szovjet titkosszolgálat emberei, nem csak a magyar Kádár barát titkosszolgálat emberei, az emigránsok soraiba is. Ez is még kutatásra vár ez a történet, bár sok mindent tudunk már. Ennek tudható be az, hogy nyugatról igazából nem jött segítség Magyarországra? Nézze, ott volt a szuezi válság. Anglia és Franciaország eleve szinte kiesett ebből az úgymond segítségből, mert hát ott voltak a csapatai, aztán ott fegyverropogásra került sor, még gazdasági nyomás sem volt, divatos szó napjainkban, szankciók Anglia és Franciaország részéről. Az Egyesült Államok elnökválasztásra készült, a regnáló Eisenhower elnök meg akarta újítani a 4 éves ciklusát. És nagyon érdekes idézetre szeretném felhívni a tisztelt nézők figyelmét, és ez jellemzi az egészet, Kennedy elnök a kubai válság alatt.
azt mondta Dobrinyin szovjet nagykövetnek, milyen alapon avatkoznak be maguk itt a Karibi-tenger térségben, Hruscsov miket tesz, és de valami hasonlót, nem szó szerint idézem, mondott, mi például betartottuk a játékszabályokat, és a jaltai egyezményre célzott erre Kennedy, amikor Magyarországon, hát nem azt mondta, hogy kalamajka, de valami hasonló volt, Konyev Marshall 3-4 nap alatt ott rendet teremtett. A jaltai le nem írt tézisek, Európa kétfelé való felosztása lényegében érvényes volt. Én beszéltem nagyon sokat Frankfurtba annak idején, a legnagyobb orosz emigráns párt, az NTS, a Népi Munkaszövetség vezetőivel, akik bementek Magyarországra, akik röplapokat terjesztettek, kaptam is ajándékba tőlük egy csomó röplapot, és ők ezeket a szovjet kiskatonák között is terjesztették a röplapokat, és az egyik munkatársuk a győri forradalom ilyen zászlaját, olyan magyar Rákosi féle zászló, ahol kivágták a régi Rákosi címet, az ki is csempezte magával. És ők próbáltak a szovjet katonasággal kapcsolatba kerülni, próbáltak bérelni nyugaton, és régebben kaptak a CIA-től máshonnan is pénzt erre, ilyen rádiókészüléket, próbáltak bemenni, és hát lázadásra felszólítani a szovjet csapatokat. A Német Szövetségi Köztársaság kormánya, az angol kormány és az amerikai kormány kőkeményen leállította ezt. Ez nem olyan időszak volt még. Említette ön azt, hogy valahogy kalamajkának tekintették azt, ami Magyarországon van. Azt a szovjet társadalom mennyit tudott erről? A szovjet vezetés nem tekintette kalamajkának, iszonyan meg volt ijedve. És Hruscsov elment Titóhoz megbeszélni vele ezt az intervenciót, és Tito valami ilyesmit mondott neki Brioni szigetén, ha maguk nem vonulnak majd be, én bevonultam volna. Tehát itt gyakorlatilag a kommunista vezetés ezekben a népi demokráciákban támogatta akkor totálisan a Szovjetuniót, lengyel vezetés valamennyire ingadozott, de például Hruscsov megállt a Jugoszláviába indulva megállt Bukarestbe, és oda átjöttek bolgár vezetők és csehszlovák vezetők, és instruálta őket. A szovjet vezetés meg volt ijedve, egy ideig úgy gondolták kormányozni a Magyarországot, a forradalom leverését követően, hogy lesz egy kedvenc kifejezésük, operatív bizottság, minden egyes szovjet minisztériumból átjön egy miniszterhelyettes és egy trojka, tehát egy ilyen három tagú bizottság át is ment Magyarországra, Malenkov, a Sztálin utáni rövid ideig, de miniszterelnök, Arisztov, kulcsember a szovjet pártvezetésnek, és Szuszlov, a Szovjetunió akkori pártideológusa. Úgy volt egyébként, hogy erre az egész magyar akció, ennek az egész magyar akciónak a levezénylésére Leonid Brezsnyevet, a későbbi szovjet vezetőt bízzák meg, de Brezsnyev, aki egy gyáva ember volt, megszervezte ezt az operatív bizottságot, ezt nemrég sikerült nekem kikutatni, hogy kikből állt volna, de utána ő beteget jelentett, hogy neki infarktusa van. De az, hogy Kárpát-alján pedig felállt egy komoly szovjet katonai egység, hogy hát, ha a Baltikumban, vagy Ukrajnában, vagy bárhol, Kaukázus túlon, bármilyen szolidaritási megmozdulást tör ki, ezzel az egységgel le fogják azonnal verni. Ez nem történt végül meg, olyan szolidaritás nem volt, hogy hatalmas tüntetések, hogy mit tudom én, fegyvert ragadnak, de tény, hogy 1956 legvégén és 57 elején a politikai okokból letartóztatott emberek többsége valamilyen módon kapcsolódik a magyar forradalommal és szabadságharccal való szolidaritással. Én még találkoztam a rendszerváltást követően Moszkvában olyan emberekkel, irodalmárokkal, politológusokkal, filozófusokkal, akik bizony 4-5-8 évet leültek, mivel röplapokat fogalmaztak, mivel szolidárisak voltak a magyar forradalommal, de én ezt az egészet nem túloznám el. A szovjet társadalom még nem érett meg annyi év sztálini diktatúra után, 53-ban hal meg Sztálin, 56-ban volt a magyar forradalom, a szovjet társadalom bizony még a hatalmas elnyomatás, a gulág,
a második világháború után valahogy nem volt elég érett, hogy nagyon komolyan kiálljon a magyar forradalommal való szabadságharc mellett. Ugyanakkor egy csomó embernek ez bizonyos fokig megvilágosodás volt. A szovjet vezetés elkerülhette volna azt, ami Magyarországon történt? El tudta volna kerülni, ha figyelmesebb mondjuk? Hát mi az, hogy nem baj, hogy vitatkozok magával, de mi az, hogy elkerülhette volna? Ez logikus volt számukra. Hát már gyakorlatilag még el se kezdődött a Budapest utcákon lövöldözés, vagy bármi, vagy forradalom első megnyilvánulásai. Andropov, szovjet nagykövet bombázta a Moszkvát, itt nagy baj van. Persze nekik nagyon nehéz volt a helyzetük, ennyiben jogos az ön kérdése. Miért? Mert Lengyelországban erjedés, zavargások, nemrég voltak a poznáni véres események. A szuezi válság éllelődött. Hruscsov és a szovjet vezetők számára fontos volt Szuez. Ők akkor próbálnak nyitni az arab országok iránt, és hát gazdaságilag, politikailag, geopolitikailag és katonailag a szuezi csatorna mai napig is egyébként kulcsfontosságú jelentéssel bír. És itt van még a magyar forradalom és szabadságharc. Isten őriz, hogy ez tovább terjedjen. De ők egy percig sem gondoltak arra, hogy ezt hát valamilyen módon nem verik le, és később is azért nagyon nagy szerepük volt a Kádár rezsim létrejöttében. Én azt hiszem, hogy mi ezeken a kérdéseken most végigzongoráztunk, de most én kérdeznék magától. Pontosabban ez egy ilyen költői kérdés. Vörös Marti óta van egy ilyen kifejezés, hogy költői kérdés, amiben kódolva van a válasz. Ha ez az 56-os magyar nemzedék generáció, beleértve azokkal, akik emigráltak, beleértve azokat, akik megjárták a börtönöket, vagy egyáltalán túlélték az 56-ot, ha ez a generáció valamilyen módon nem marad így meg, ha nem is kompakt módon, én azt hiszem, hogy a magyarországi rendszerváltás sokkal, de sokkal lassabban megy végbe. Az 1956-os magyarországi eseményeknek milyen nemzetközi visszhangja volt, illetve milyen hatása volt a Szovjetunióra? Nagyon érdekes, hogy egy csomó ember, úgynevezett baloldali, progresszív vagy a szovjet barát ember, egy egész nemzedék, meg nagyra tartották a Szovjetunió szerepét a második világháborúban, hogy Berlin alatt, meg másod eltörte a náci Németország gerincét, iszonyúan csalódtak Moszkvában. Nagyon sokan kiléptek a kommunista pártokból. Általában például a francia értelmiség jelentős része fordult egy nagyon 1968-ban. Még egy ilyen folyamat volt a csehszlovákiai bevonulás idején, de ezzel csak már megspékelődött a magyarországi 56 utáni helyzet. A magyar fiatalok, akik kimentek, és nem csak fiatalok, azonnal el tudtak helyezkedni. Általában a lakosság felsorakozott a magyar forradalom mellett. A hidegháború nagyjából az előző formában, véleményem szerint, nem mindenki ért talán ezzel egyet velem, folytatódott, de ez egy hatalmas ütés jelentett, törésvonalat jelentett a nyugatnak, hogy lám a Szovjetunióval hát számoltunk, és lám az enyhülés, 50-es évek közepe, közeledik egymáshoz a nyugat és a Szovjetunió és a úgynevezett népi demokratikus tábor, és hát lám nem lehet megint csak megbízni Hruscsovba és társaiba. Aztán ez az egész kezdett eliminálódni, de akkor ez egy szörnyű nagy csapás volt. Más kérdés, hogy Magyarország sokban egyedül maradt 1956 őszén és később is, de azért volt segítség a magyar kérdés lebegtetése az ENSZ-ben,
a magyar diplomácia begúbózott teljesen, a Kádár barát magyar diplomácia. Én azt hiszem, ön felvetette az előbb, hogy ezek olyan kérdések, vannak-e még olyan kérdések, amelyeket újszerűen föl kell dolgoznunk. Én azt hiszem, ez is legalább ilyen fontos kérdés, amit ön felvetett. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nekem ez nagyon jól esett itt, Kolozsvárt, a Vallásszabadság házában. De ez szívem csücske ez a város, és pont itt elmondhattam a gondolataimat erről. Ha még egy annyit megenged, tanár úr, itt a beszélgetésünk elején is, és most a végén is említette Kolozsvárt, hogyan kötődik ön Kolozsvárhoz? Oroszországban született? Szovjetunióban ott születtem, a Szovjetunióban, 13 éves koromban kerültem Magyarországra. Nagyszüleim kolozsváriak, nagyanyám itt járt a felsőbb lány iskolában, nagyanyám zongora tanárnő volt. Őneki Kolozsvár sok-sok év távolság idején, őneki Kolozsvára mindene volt, nagyanyám nővérének, Hánikának még inkább, és szinte nem múlott el egy olyan nap, ami vagy Adival kapcsolatban, vagy Bölönyi Györggyel kapcsolatban, aki a család jó ismerőse, vagy Janovics Jenővel kapcsolatban, aki a nagyszüleim házassági tanúja volt, ezek a dolgok nem kerültek volna elő. Én rengeteg, már 10 évesen voltam, amikor már betéve ismertem az Adi verseket, hiszen előbb tanultam meg gyerekként magyarul, mint oroszul, és viszonylag nagyon későn kezdtem ide járni. És most már nem is vagyok fiatal, nem tervezhetek nagyon, de ahogy csak lesz még lehetőségem, csak úgy körülnézni, sétálni, megkeresni ezeket a helyszíneket, melyekről gyerekkoromban hallottam, felkeresném ezt a kincses várost. Tegyen így, mi várjuk a kincses városba, várjuk Erdélybe. Kun Miklós történész, köszönöm, hogy itt volt a 24 pluszban, válaszolt a kérdéseimre. Önöknek, tisztelt nézőim, köszönöm a figyelmet, holnap este 8 órától ismét 24 plusz itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Jaka Borsolya kolléganőm várja önöket, legyen szép estéjük, viszontlátásra!